Belgiumból érkezett elektromosan állítható ágyak kerültek a szekszárdi Rotary Klub közvetítésével több alkalommal a Tolna megyei Balassa János kórházba. Béres Vilmos, a jótékonysági szervezet legköszönő elnöke azt mondja, ez az egyik eredménye a pandémia által kikényszerített online kapcsolattartásnak. Igazából ennek köszönhető az, hogy nagyon jó kapcsolatunk van egy belga klubbal, illetve annak egy tagjával, egy Luc Boulanger úrral, aki amikor itt járt nálunk, valószínűleg a bemutatkozásunk nagyon pozitív volt, és azóta is kapcsolatot tartunk vele. Ez az úr segített nekünk abban, hogy ebben az évben 3 alkalommal is kórházi ágyakat hoztunk Szekszárdra, 2 alkalommal a szekszárdi kórháznak, 1 alkalommal most a múlt héten az idősek otthonának. A szekszárdi Rotary Klubnak a nehéz helyzet ellenére sikerült támogatni az egészségügyet, a szociális szférát, miközben az ismertségük is tovább nőtt. Többek között az iskoláknak kiosztott jégkrémekkel. Németh Gyula, a szervezet új elnöke azt mondta, ezeket a projekteket ő is tovább szeretné vinni, továbbá a nemzetközi kapcsolatokat is ápolni és fejleszteni kívánja. A hátrányos helyzetű gyerekek támogatása pedig az egyik kiemelt célja. A célom mindenféleképpen az, hogy valahogy a szociális területen bővítsük a Rotarynak az eddigi tevékenységét, bővítsük azzal a dologgal, hogy egy-egy olyan családot támogassunk, vagy olyan gyermeket támogassunk, aki tehetséges, és a szociális szférában rossz helyzetbe került, gyermek otthonba, de akarata van. Az ünnep zárásaként elismeréseket, kitüntetéseket adtak át. Az országban 54 Rotary Klub működik, mintegy 1200 taggal.